Hello, hello, szívesek, ez pedig nem más, mint, mint a Minecraft Let's Play sorozatunk következő epizódja. Amiben bevallom őszintén, egy erős kérdés az, hogy pontosan mivel foglalkozzunk. Ugyanis, nem, nekem így, kép, így gondolatban meg mivel szeretnék... Ezt arrébb kell raknom. Szóval gondolatban meg mivel... Ezt is arrébb kell raknom. Annak köszönhetően, az előzőt arrébb raktam. Jaj... Szóval gondolatban meg van, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Um, de vannak, vannak azért dolgok, amiket még... Oh, hello! Van nálam kard, van nálam kard, nagyon király. Szóval, uh, ezt a dolgot ezt még mindig nem fejeztem be. Ez, ez mindegy. Ezt már nem is akarom streamben be, tehát nem is akarom itt streamben ö, befejezni. Mármint úgy, hogy ö, úgy, hogy így Youtube-on meg ilyenek, mert ö, dolgoztam már rengeteget ezzel a cuccal, Pontosan tudjátok, valószínűleg elképesztően unalmas mostanra, legalábbis számomra biztos az. Úgyhogy most tartok egy kis szünetet ennek a szerkezetnek a befejezésével. Ugye ehhez még egy oldalt kell építeni gyakorlatilag, ez már nagyon, -nagyon régen. Ö, az lehet, hogy egyszer a streamben ö, be fogjuk pótolni, azonban ma nem lesz pulitra a stream és az a helyzet, hogy lehet, hogy csütörtökön se, de azt még nem tudom. A, uh, igazából lehet, leszem, lehet, hogy lesz, nem lehet, csütörtökön. Azt még nem tudom pontosan, hogy lesz egy csütörtökön. Uh, ma nem lesz, mert... Uh, miért is? Ja igen, tudom, mert, uh, mert beugrok a podcastbe beugrok a podcastbe, úgyhogy ma, ma ott, ott vendég szerepelek, úgyhogy emiatt nem, nem lesz este Pulitron a stream. Szerintem viszont mindent megteszek, hogy csütörtökön legyen. A, uh, viszont tehát jó lenne ezt befejezni. Mindegy, nem ígérek, nem ígérek semmi ilyesmit. Ma is egy másik stream előkészítésén dolgoztam. Uh, azt valószínűleg élvezni fogjátok, vagy nem. Azonban ennek ellenére rengeteg emberünk már kész van, tehát hogyha csak úgy dílelgetni akarunk velük, akkor, akkor ez teljesen jól összerakható. Amit a mai alkalomra szántam, és maga a projekt miatt teljesen benne van az, hogy kudarcba fog fulladni a dolog. Szóval, amit a mai projektbe szántam, az az, hogy levegyünk a nedörbe, és megpróbálunk találni egy jobb, egy nagyobb ilyen nedör, Minek hívják azokat? Te jó Istenem, itt eszembe a neve. Megpróbálok találni egy nagyobb ilyen uh, Nether Fortress. Nether Fortressnek hívják azokat? Várat a Netherben, amelyik egy kicsit nagyobb. Ugyanis erre van szükségünk ahhoz, hogy, uh, hogy megcsináljuk azt, amit most következőre szeretnék, ami pedig nem más, mint egy Wither Skeleton farm. Amiben nyilván farmolunk minden mást is. Uh, mert mint ami jött a, a tenedőrben. Tehát szóval ez a, mai, ez a mai terv. Sétálunk egy jó tenedőrbe. Uh, és ha már lemegyünk, akkor én a mondó vagyok, hogy... Uh, hogy próbáljunk meg szedni kvarcot, de alapvetően nem ezt szánom uh, célnak. Igen, nem ezt szánom célnak, de mert hogy a kvarc gyűjtés. de valószínűleg meghalunk. Tehát abba, abba szinte halálbiztos vagyok. Uh, jó, meg megpróbálok nem, nem meghalni de nem ezt akarom megjavítani. Szép, szép volt, Viktor. Szóval, szóval nem, ez, nem ez lenne a cél, de valószínűleg meghalunk. Az a kérdés, hogy tudunk-e jelenleg 16, 17, még ezt is meg tudjuk tenni, ez nagyon király. Jó. A, tudunk, van-e van -e fire protectionünk? Van egy fire protectionünk a sisakon. Végül is egészen, egészen van esélyünk. Az a kérdés, hogy... Hol van a főzős? Hol, hol is van a főzős bázisunk? Azt hiszem, az itt van, nem? De az itt van. Jó, az a kérdés, hogy tudunk-e csinálni fire resistance potion. Ahhoz ez kell, nem? De azt hiszem, az az kell. Egy pillanat után nézek, hogy pontosan. Nyilván azóta megint nem főztem semmit. Mármint mint ilyet, meg amúgy se. Abszolút, abszolút nem. Szóval ez a mai terv. Megpróbálok találni egyet. Uh, abban az esetben, ha ma nem sikerül, akkor pedig megvalósítjuk oda, ahol van jelenleg, csak nem vagyok benne biztos, hogy ez uh, a, az elég, uh, elég jó hely, tehát hogy elég effektív lesz a, a spawn. Mondjuk abból adódóan, hogy. Uh, szóval abból adódóan, hogy. hogy automata, ezért igazából csak mellette kell állni. Szóval lehet, hogy kicsit elgondolkozós a mai napom egyébként, úgyhogy úgyhogy lehet, hogy, lehet, hogy néha így alakad majd a szavam. Jó, akkor egy awkward potion, és aztán pedig, jó, tudunk igazából csinálni, F... van is fire resistance potionünk. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. A nagyon király. És tudunk főzni még. Potion of Poison. Splash Potion of Harming. Jó, igazából, igazából teljesen felkészültek vagyunk a dologra. Lerakom a cuccaimat, és utána visszajövünk főzőcskézni. Igen, van is potion, meg tudunk is még mi van a hajammal. Hát a... semmi. Valószínűleg úgy kapok fényt, hogy úgy gyűrik, mintha lenne valami a hajammal. Vagy kopaszodok, ez a másik opció. Nem már! Miért van mindig egy nyavajás creeper a nap? Tudjátok mióta állok a nappalimban? Már ez ezért ilyen elképesztően ö, Mi a helyzet a hangommal? Nincs, nincs osan rendben, de nem is nagyon vészes a, Tehát ez ezért ilyen elképesztően durva, mert hogy itt vagyok fél órája Tehát beállítottam előre, itt volt a Minecraft karakterem ö, itt voltam több mint fél órája, azért, mert azt teszteltem, hogy... Ö, azt teszteltem konkrétan, hogy beveszi, -e a, beveszi a, stream. Szerettem volna most egy, egy technikai hiba mentes streamet elindítani. És itt állok konkrétan fél órája. Eszébe se jutott a creepernek idejönni, amikor, amikor nem tudom, elterelődött a figyelmem, akkor meg azonnal nyilván. Na jó, hol vannak a ládák? Láttok ládát? Jó, én nem látok ládát szerintem. Szerintem felrobbantak a ládáink. Ó, de hála, az égnek van egy halom ládánk, úgyhogy... Jó... És akkor most itt lerakunk mindent, ami nem... Bármilyen rendszer nélkül egyébként. Az a helyzet, hogy hiányzik a, hiányzik a Minecraft mapünkből már egy ideje a, a pulitronos hatalmas óraszám, hogy, a, hogy, hogy, annyit játszak a mappel, mert hogy annak ellenére... De buta vagyok, egy ideje már rosszul csinálni, mindegy, elbambultam közben. A, tehát, hogy hiányzik az az óra, de jól a, tehát, hogy hiányzik az az óraszám, amikor csak úgy csináltak, mert egy csomó mindent akkor, akkor, akkor csinálnék meg, vagy akkor csináltam meg. Tehát például most ugye be van állítva egy halomérzékelő, viszont be kell állítani még egy halmot, Ö, és ugye ahhoz, hogy azok megtörténjenek, ahhoz is ilyen plusz idő kéne, úgyhogy vagy a videón kívül kéne minecraftoznom, ami ilyen elképesztően hihetetlen számomra, hogy így mikor történne meg. Ö, Szóval ilyen elképesztően, elképesztően uh, hihetetlen számomra, hogy mikor férne bele. Mostanában, erről meséltem már a múltkor, tehát nem fogom ezt most nagyon túlspirázni, de de el elszabadultak a dolgok. Tehát, hogy el elszabadultak a dolgok az abban a tekintetben, hogy mennyi-mennyi hogy játék van nálam, amikkel foglalkozni szeretnék. Tehát, hogy konkrétan, amikkel foglalkozni szeretnék. Nem az, hogy mennyi játék van nálam, amihez hozzá se majd valószínűleg soha mert hogy persze lehetne ilyen, de nem. Hanem mennyi játék van, amivel ténylegesen foglalkozni szeretnék, vagy jó lenne foglalkozni. És akkor van egy csomó, ami ezek közül nem új. Tehát, hogy nem ilyen új játék, hanem csak... Illetve van másik, hogy én bevallom őszintén egy csomó játékkal szeretnék még foglalkozni. Mert hogy van egy csomó játék, amit ilyen, ilyen tök sokan kértek, és ilyen tök kértek. Ilyen például a, a, a Planet Base. A Planet Base az egy olyan játék, amihez Gyakorlatilag a stream után nagyjából azonnal visszatérhettem volna. Tehát, hogy streamelhettem volna, majdnem azonnal, még egyszer. Hmm. Simán. Ö, mert, hogy, mert hogy egyszerűen érdekel titeket, ami egyébként szerintem tök király. Ö, mert az a az szerintem tök király. És tökre szeretnék hozzá visszatérni, csak egyszer nincs időm. Mert hogy egyszer lesz, majd valószínűleg. De hogy... Mondt, hogy van ilyen típusú fánk. Nincs ilyen típusú fánk. de szomorú az élet. Mindig hozok egy párat, hogy ezt visszaépíthessem. Hát addig visszamászik még egy creeper. Jó, van fánk. Jó, nem kell fát vágni. Na, szóval, hogy, hogy ahhoz például én azonnal is visszatérhettem volna, és hogy tökre szeretnék, és tökre vissza lehetne térni ezekhez a játékokhoz. Most már azon gondolkoztam, hogy, hogy mennyire ritka az, hogy ténylegesen visszatérek egy játékhoz. Tehát, hogy, hogy mennyire, mennyire ritka az, amikor amikor egy stream után úgymond megint előveszem a játékot, függetlenül attól, hogy tetszik-e vagy nem. Azt, hogyha nem, akkor az. Hanem akkor az nyilván ilyen, lehet, hogy igen, ma kell lemennünk a nedőrbe, mindenki érzemé, mi, hogy mennyire jó ötlet ma lemenni a nedőrbe. A uh, tehát, hogy az... Van egy csomó játék, ami ez ilyen tök jó lenne, nem azt mondom, hogy mindegyikhez, mert én is való, hogy azért vannak játékok, amiket valószínűleg nem veszek elő magamtól soha többet. A uh, most erre egy nem feltétlenül tudok példát mondani, a... Uh, a Deus Exus például ilyen. Uh, Szerintem a Deus Ex az például ilyen, hogy ahhoz, hiába szeretnék így magamtól visszatérni, mert nagyon-nagyon jó lenne, mert tetszik a sztori, meg mit tudom én, nem annyira, mint például nagyon sok más játékhoz. Azonban most is van tervben... Ezek csak tervek, szóval ezt ne vegyétek ígéretnek, ez nem ígéret. Úristen, kéne csinálnom egy ilyen, olyan stream felületet, amire így ki van írva egy disclaimer, hogy ez nem ígéret, ami most elhangzik. A, szóval szerdára tervben van egy Battlefield 1 ö, Open Beta Livestream Akkor valamikor a tervben van egy, ö, egy, egy meglepetés livestream, az igazából mindegy a, Valamikor kéne csinálni egy Starband livestreamet, amihez szinte biztos, hogy vissza szeretnék térni a későbbiekben, mert az elkép Nem durva Na mindegy. A ah, szóval a akartam főzni éppen. Most már van szabad inventorim, de lehetne egy kicsit még több szabad inventorim is. Van ajtóm, tudom, csak nem volt kedvem megkeresni. Aranyfarm mikor lesz javítva? Az egész, hogy az Aranyfarm, ez Skynd, működik így is. Eee. É... Igen, igen. Az ennyit tudok mondani az aranyfarmra, az, egy kinda működik. Azért ennél többet így nem. A, és nem is vagyok benne biztos, hogy lesz valaha full operation Bár egyébként egyszer föl kéne. Az a baj egyébként, hogy ez is olyan, mint... Mint például a szobátok rendberakása, vagy nem is tudom, a szobátok rendberakása ez nem egy olyan jó példa, mert nekem az rengeteg időbe telt mindig. A, de mondjuk a, a szemét kivitele, hogyha egyszer nekiállnátok kivinni a szemetet, vagy én neki állnék kivinni a szemetet, akkor az ilyen pár perc alatt meg lenne, de miközben így csomót halogatja az embernek ilyenek. Na, valami hasonló a, az aranyfar megjavítása is. Hogy simán lehet, hogy nem tudnánk megjavítani egyáltalán az aranyfarmot. Ö, ez simán benne van egyébként, ezeket mindenképpen viszem. A, tehát simán lehet, hogy nem tudnánk egyáltalán megjavítani az aranyfarmot, de az, amit meg tudunk vele csinálni, az ilyen pár perc. Tehát, hogy az ilyen... <coughs> <Na> jó, nem... <coughs> nem pár perc, de mondjuk egy... Mondjuk egy videó epizód. Tehát egy olyan epizód, amit akkor veszek föl, hogyha nincs... Nem tudok streamálni, mert nem vagyok itthon. Tehát, hogy igen, az, az a javítás, ami jelenleg a fejemben van, amit megpróbálnék megcsinálni, az, az nagyjából ennyi. Tehát, hogy az konkrétan annyi, amit egy olyan epizódban meg tudnék csinálni, amik, amit előre rögzítek gyakorlatilag, ha nem vagyok itt. <kül> És ennek ellenére húzom, halasztom, mert amúgy meg nem izgat annyira. Ugye két lépcsős ez a javítás. Van az egyik, a fire resistance, ez mennyi? Az 8, jó. A van, a, van az egyik lépés, amikor meg kell csinálni, hogy fönt legyen a hóember. Az most nem tudom, hogy mozgatja, lehet, hogy nem mozgatja, lehet, hogy mozgatja, nem ez a lényeg. Illetve ezen kívül pedig a vizet kell megjavítani, hogy, hogy ténylegesen jól áramoljon. Vagy legalábbis áramoljon valahogy. Vagy legalábbis legyen vele valami. Tehát, hogy azzal a vízzel kéne valamit csinálni még. Szóval, szóval egyáltalán nem egy ilyen, ilyen elképesztően komoly. Ö, feladat, amit, ö, amit soha, soha, soha nem tudnánk ö, megcsinálni egyébként. Efficiency, Fortune... Jó, ezek kellenek. Szóval valószínűleg egyébként egyszer, amikor nem streamelek, hanem nem vagyok itthon és csinálok valamit, amit most nem tudom, egy ideig nem látom, hogy ilyen történne, ö, akkor akkor egyszer megjavítom majd. Viszek magam a blokkot, igen, méghozzá valószínűleg, izét. Ne mert mert ezt aztán semmire nem használom. Szerintetek, ha átmegyek, a ah, nem, nem kellett volna elhozni a redstone-t, meg amikor potion főzünk, nem lesz ott. Szerintetek, ha lemegyek, akkor az, a, az felrobban azonnal? Mert hogy a másik oldal vajon tele lesz szörnyel? És redstone vissza. Jó, fire resistance potionünk van, ö, csákányunk van, kajak, kajak kaja még, kajak még. Tervezek egy redstone farmot. Szerintem nincs redstone farm. Igen, potion, potion betankoltam Az a helyzet, hogy most egy viszonylag biztosított jövőképpen van így a potionök tekintetében. Úgyhogy e adni az összes olyan árut, ami teljesen haszontalan mindenhol. Mikor lesz nagy takarítás az egész bázis körül? Soha. Azt megunom. Azt túl hamar megunom. Azt túl-túl hamar megunom. Uh... Ilyen kis lépésekben nézzétek például ezt a fancy tornyot. Az a hogy nekem nagyon-nagyon tetszik a tetején az a bevágás. Ott látjátok? Ami ott kialakult bevágás. Az nekem nagyon-nagyon tetszik. Tudom, hogy ez ilyen, ez ilyen, minimális design, tehát hogy azért ez nem egy, nem egy ilyen... Meg az alja nagyon-nagyon tetszik, de ez a bevágásot nagyon-nagyon tetszik. Jó, kell -e még valami? Van kardom. Flint and Steel, Flint Nagyon igazatok van, Flint and steel. Flinten steel szükségünk van, az, az biztos. Az a helyzet, hogy mára egy kicsit hosszabb streamet terveztem. Mert, mert hogy ugye nem lesz este. De aztán úgy elmélyültem a felkészítésében annak a másik streamnek. Amiről nem szeretnék semmit mondani, mert Mindegy. Egy Eurotrack simulator. Eurotrack szimulátor 2 livestreamnek, multiplayer livestreamnek az előkészítésében. Annyiban, hogy vértetek, vegyek egy kamiont. Ö, úgy elmélyedtem benne, hogy annyira későn hirdettem meg a Minecraft streamet, hogy... Ö, hogy már így, így valószínűleg nem lesz egyszerre lehetőségem nagyon-nagyon hosszú, Főleg, hogy a... Még a 6-kor? 6 kezdődik? Javítsatok ki a tévedek! Úgy tudom 6-kor kezdődik a podcast. Uh... Lesz a Jaskoz 3? Nem, nem lesz, nem lesz több Jaskoz 3. Az a helyzet, hogy én szerintem én, én kimaxoltam a Jaskoz 3-ból azt, ami élményt adott nekem. Tehát, hogy így val valószínűleg így eddig tart az élmény a Jaskoz 3-ban. Nyilvessző kell! Ó, nyilvessző kell, igen. Nyilvessző ezt kell, köszönöm, hogy szóltatok, mert van két íjunk, de nyilvesszőnk az nincs. Kormánnyal? Uh, ez egy nagyon jó kérdés, mert van nálam egy kormány kölcsönbe, amit egy nagyon, nagyon az egyik nagyon, nagyon kedves admin-tolt, amitól kaptam kölcsön. Azonban az a helyzet, hogy nem érzem azokat az előnyöket rajta, amit egy kormányon kéne. Uh, még meg megpróbálom egy kicsit beállítgatni, de nem, nem érzem, nem érzem jobbnak és kényelme. Oh God. ezt is vissza. Jó, menjünk át, és halálbiztos, hogy meg fogunk halni. Halálbiztos, hogy meg fogunk halni. Úristen, hogy, hogy kell láthatatlanság póstant főzni? Menjünk át úgy. A, itt vannak a potion-ök. Potion of Invisibility. Uh, Potion of Night Vision. És abból kell csinálni egy Potion of invisibility -t. Biztos? Jó, erjesztett pók szem elméletileg. Vigyél répát, úgyis meghalsz a lábában. Úristen! Lesz-e Mirror Sedge? uh, Nincs Mirror mm. és... Uh... és nem is feltétlenül akarok. Tehát, hogy én nem, én nem, akarok rá költeni. Valószínűleg már nem is lesz Mirror edge úgyhogy szerintem ez a Mirror Sedge, ha jó elment. Pedig bevallom őszintén, én szeretem nagyon a Mirror Csak... az a helyzet, hogy nem lenne időm játszani vele. Tehát, hogy annyira nem, hogy... annyira nem szeretem, hogy ilyen, ilyen, visszatérő játékot csapassak. Tehát, hogy nem csak egyszer leülök streamelni, és az nagyon drága, hogy megvegyem. Ugye általában én nem veszem a játékokat, de a Mirror's Edge esetében pont ez a helyzet. Leszedem majd az armort. Jó, leszedem az armort. Leszedem az armort. Úristen, 1990 ember. Nagyon-nagyon királyok vagytok. Nagyon királyok vagytok. Üdvözlök mindenkit a streamen. Ha esetleg mostanában vagytok itt először, mert több a néző, mint általában szokott. Lehet, hogy ettől függetlenül nem. Akkor... Akkor ez így szokott lenni így keddenként és csütörtökönként, szóval ha esetleg így vissza akartok térni, Minecraft is van rendszeresen, illetve most már azért, ha így nem éppen nagyon nem érek rá, akkor azért minden nap van ö, livestream, valami. Hétfőnként egy kicsit ritkább, de igyekszem, igyekszem összehozni. Szerdenként este szokott lenni, jó a péntek is necces, de értitek, értitek. Uh, Night Vision, és elméletileg ha ehhez adok hozzá egy ilyet akkor lesz láthatatlanság. Nem kell létre, kell az a létre, jó az, nálunk van. 2044, te jó Isten. Nem vagyok fókuszban. A, de, ez a kamera ezt tudja. A invisibility. Jó, rácsapunk egy kis redstone és igazából el is készültünk a azt hiszem még soha nem indultam el ilyen felkészülten a, a nedőrbe. Soha nem indultam el ilyen felkészülten. Hogy kell csinálni amúgy az erjesztett pók Új, és Overwatch, persze, hát Overwatch azzal meg mindig játszni kéne. Viszont, ha már így összejöttünk, és esetleg tetszik a stream, meg tetszik az a tény, hogy ez így van rendszeresen, akkor nyomjatok egy lájkot is, ezzel jelezzétek, hogy, hogy ez nektek így jó ha meg nem, akkor meg nyilván egy dislike de hogy akkor meg miért nézitek? Na mindegy, ez egy teljesen, ez egy egészen izgalmas kérdés. Na, ennyire még soha nem mentem le a nedőrbe felkészülten. Arról nem is beszélve egyébként, hogy egyes szintig elköltöttem az összes XP-met, hogy ne veszítsem el. Ennyire még soha, de soha nem voltam felkészült. Épp itt volt már az ideje egyébként. Eldobható potit nem csinálok, mert csinálnék eldobható potit. Mert mint ezek mindegyik olyan hatású, ami magamra kell, hogy visszahasson. Tehát, hogy nem damage, meg nem ilyesmi potion hozok, hanem... Jó, szóval... Le kell venni a páncélt. Talán egy kicsit túl is húztam ezt a pós. Oh, az arany. Uh, Tehát egy kicsit túl is húztam ezt a potion felkészülést, mert... Uh, mert nem lesz nálam hely. Viszont még nem is azért megyünk, hogy ténylegesen hozzak kvarcot, szóval majdnem mindegy. Van egy kérdés, amit nem értek. A lesz-e v alapú játék? Ezt a kérdést ne haragudj, nem, nem, értem már, minthogy... hogy... Ma magyarul nem értem a mondatot, hogy őszinte legyek. Mármint igazából semmilyen nyelven nem értem a kérdést, ne haragudj. Ne látom, hogy nagyon aranyosan fetszed újra és újra. Sőt, az állítható, hogy azt is látom, hogy mindig begépeled, mert néha el van gépelve. De nem értem, hogy ez mit jelent. Pajzs nem kell. Nem, a pajzs, pajzsot nem használok, mert. Uh, na, mert mer az a panaszkodott rá pár néző, hogy. Uh, Hú. Panaszkodott uh, rá pár néző, hogy nem lát jól, hogyha van nálam pajzs. A kezemben van a. A potion, Meg a cuccok. Nem baj, túléltük. Nem a pó köszönhetően, de túléltük. Jó, egy kicsit elszaladunk, és utána lerakom a kezembe a dolgokat. Ne, 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 Üss meg ne, látsz? miért látsz? Te... Levágattam a hajam? Nem. Tökre nem vágattam le Mi az Istenért látsz? Azt mond már meg nekem, könyörgöm! Úgy, én csak nem hallhatok bele ebbe a vacakba. Ez miért látott így kitartóan? Vagy ha egyszer meglát, akkor már így lát forever? Miért kell levenni a páncélt? Mert én most ilyen láthatatlan vagyok. És ők akkor látnak. De most vissza, ez. Ez hihetetlen. Jó, most visszavettem a páncélt, ezt most ráfoghatjuk, hogy ezért történt. Kármahanik, az is kéne, te jó. Na, azt kéne itt hogy merre akarunk. Merre akarunk elindulni a keresni. Ugye a másik, a már, már ismert. Uh a már ismert bázisunk az arra van valahol. Ez nagyon sokáig fog tartani, de megadom. Szóval a már ismert bázisunk, mármint mint uh, Nether Fortressünk, az arra van. Igen, az arra van. Arra van? Igen, az arra van. Igen, az arra van. Jó. Valahol van egy lépcső lefele. Ha, itt. Például, nem ez a magasabbik lépcső, mindegy, jó lesz ez is. Itt se akartam túlélni. A legjobb az az lenne egyébként, ha abba az irányba indulnánk el, mert abba az irányba nagyon-nagyon ritkán mászkálunk. Viszont ugye ezzel az a baj, hogy azért nem mászkálunk arra, mert ott egy tenger van. Tehát ez, ez, ez az igazi indoka azért, hogy miért nem mászkálunk arra. Azt tudom, hogy egyszer voltunk már arra, de hogy. Ja, látjátok, ott, a, ott az út. Egyszer ma voltunk arra. De nem voltunk nagyon messze. Még próbáljunk meg elindulni abba az irányba, aztán jó van. Igen, és hogyha volt a kezemben cucc és látott, akkor ő utána mindig lát. Mármint, mondjuk nem baj, mert nem robbant az arcunkba egy halom creeper, tehát ilyen nagyon nagy baj nincsen. Itt valahol biztos van egy útvonal, ahol itt át lehet sneakelni abba az irányba. Mert azt hiszem a többi irányba már, a másik irányokban tök messzire elmentünk már néha. Azt mondom, hogy mindig, de hogy? Ó, oh, kvarc. Jó isten, annyira meg fog halni ma. Anny annyira nagyon meg fog halni, amennyire nagyon még sose haltam meg. Már igen, mennyire elképesztően király lenne, ha nem? Tehát hogy mennyire, mennyire, mennyire elképesztően király lenne, ha nem? A moderátor csapatunk egyébként nem is tudom pontosan hány főből áll, de, de elképesztően lelkesek, elképesztően lelkesek és nagyon-nagyon segítőkészek. Úgyhogy, úgy, abszolút minden elismerés, és valószínűleg egyébként nagyon sok esetben a, úgy érzitek, hogy, hogy, nem tudom, hogy valamilyen oknál fogva igazságtalan kaptatok a timeoutot, azért azt se felejtsétek el, hogy van egy automata is, tehát, hogy azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy van egy automata moderátor is a cseten, aki egy, egy adott szabály alapján bannol. Mm. Tehát, hogy az, az igazából mm. majdnem mindegy, hogy, hogy őt megpróbáljátok-e meggyőzni, vagy megpróbáljátok-e izé, hogy a de magukkal a moderátorokban is százszerűkosan megbízom, úgyhogy általában nagyon-nagyon ritka az, hogy, hogy olyan bannolnának, akit egyébként én nem tennék. Ezt tudom, hogy ez ilyen nagyon-nagyon rosszul hangzik, meg egy csomó ember. Uh, azt ugye nem tudom egyébként, hogy ti tudjátok-e egyértelműen azt, hogy, hogy az automata bannolta -e ki titeket, vagy pedig valamelyik admin. Szerintem ezt nem tudjátok, hogy ha 600 másodperces timeoutot kaptok, akkor az valószínűleg, az, az automata egyébként, mert ő, ő ezt tudja, azt hiszem egyedül. Az adminok azért szoktak szólni, viszont hogyha, viszont hogyha továbbiakban is, illetve Illetve alapvetően, ez, ez, most nagyon furán fog hangozni, de alapvetően azt azért vegyük figyelembe, hogy a, a chat az, az nem demokrácia. tehát, hogy itt a chaten nem demokrácia van, nyilván figyelünk arra, de hogy az, figyelünk arra, hogy mindenki, értitek, tehát hogyha, mit tudom én azért megkérdezem, hogy hogy mi a véleményetek, ilyesmi, azonban arról, nem fogunk demokratikus döntést hozni, hogy lehet-e kapszlokkal írni azért, hogy én meglássam. Ö, mert nem lehet. Tehát, hogy ez, 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 ez nem, egy, nem egy ilyen... Nem egy szavazás kérdése. Hogyha, mit tudom én, mindenki azt szeretné, hogy lehessen kapszlokkal írni, hogy én meglássam. Tehát nem, nem lehet kapszlokkal írni. Tehát csupa-csupa kapszlokkal, abban az esetben sem, hogyha... Hogyha te úgy érzed, hogy nagyon-nagyon fontos. Ez tudom, ez ilyen tök fura dolog, de hogy azért abban érdemes mindig belegondolni, hogy ez vajon tényleg tök fontos, te érzed úgy, hogy tök fontos, a neked tök fontos, mindenkinek tök fontos. Ezeknek vannak ilyen különböző a szintjei, ugye? Amit nyilván olyan nehéz kérni embertől, azonban, a, azonban az adminok azért vannak, hogy, hogy rendet tartsanak, és azért vannak, hogyha így átnézem a, a csetet, akkor, akkor lássam, hogy konkrétan ö, Mit, mit írtok, mit szeretnétek, mert nagyon sokszor elveszik az, amit ténylegesen mondanátok, azért, mert, mert spamelés van ugye a cseten. És akkor most nagyon sokan kipróbáljátok, hogy lehet-e kapszlokkal írni. Uh, egyébként egy nagyon izgalmas kérdés, nem mindenkit, igen, mindenkit, mindenkit oszta. Vagy az admin, vagy az automata admin, vagy a többi admin. Uh, a kérdés, hogy miért nem lehet kapszlokkal beszélni. Abban az esetben ez valóban nem, pedig csak... Biztos van a, a chaten valaki, aki, aki valóban kérdezi azt, hogy miért nem lehet kapszlokkal írni. Azért nem, mert ez az internetes kultúrában a kiabálás jele. Tehát, hogy ugye nem nagyon tudsz máshogy jelezni kiabálást. Az inter a írásban úgy, hogy a kapszlok az... oh, -oh. Szóval a kapszlok az a, az a kiabálás jele, és ugye nem, nem feltétlenül illik, főleg indokolatlanul kiabálni. Ennyi, ennyire, ennyire nagyon-nagyon egyszerű egyébként a dolog nyitja. Szerintetek el tudok még odaig lőni? Nem, de már el is tűnt. Jó, akkor remélem, hogy valamikor hirtelen feltűnik megint. Azt nagyon szeretném. Uh, hát akkor kedves adminjai elnézést, hogy rátok szabadítottam ezt a kapszlokkal írós dolgot. Uh, nincs poti a kezemben. Hú, uh, de jó is. Na, szóval azért nem lehet folyamatosan a azt, amit mondani akartok. Abban az esetben sem, ha szerintetek nagyon hasznos. Mert akkor például nem látom meg az ilyen kommenteket. A, azért nem veszek be egyébként most tűzállóság potit, mert felesleges. Tehát, hogy túlélek addig, tehát biztos, hogy túlélek addig, hogy be tudjak venni egyet. Ugyanis, ugyanis van fire resistance, meg van ilyen általános resistance az armoromon, és az, az életben tart addig, tehát hogy hiába esek be a lávába, nem halok meg azonnal, az életben tart addig, hogy, hogy be tudjam venni a pócsont, és akkor ha nem kell elkölteni, feltétlenül... Wow! Ez meg akart tölteni. Szóval, hogyha nem kell elkölteni, feltétlenül, akkor nem, nem kell elkölteni. Érted? Tehát, hogy azért az, az jó, hogyha az megmarad, mert uh, alapvetően nem a leggyakoribb a, a magma dolog, amiből készül. <laughs> Kedves admiak, nagyon vagytok. A, aki most viccből, viccből írogatja be azt, hogy, hogy miért nem lehet kapszokkal írni, ezt nyugodtan bannoljátok ki. Nem, nem, kell feltétlenül finomkodni velük. Ezt tudom, hogy ez ilyen nagyon, nagyon rosszul hangzik, meg azért a nézőkre nyilván figyelünk, de hogy a, a azokra a nézőkre szeret, tehát azokra a nézőkre érdemes koncentrálni, akik, akikkel valóban lehet kommunikálni. Nem pedig, Uh, nem pedig azokra, akik csak spame-elnek dolgokat, meg átkozott viccesek. Hát ez sajnos ilyen elnézést mindenkitől. Szerintem, na mindegy. A határozzunk meg valami időkeretet, hogy meddig keresgélünk. Ugye most van fél öt, Hatkor kezdődik, azt hiszem, a podcraft, ami azt jelenti, hogy egy öt körül mindenféleképpen el kell indulnom visszafele. Igen, egy öt körül el kell indulnom visszafele. Ha addig nem találunk erődöt a sehol, akkor ez egy, ez egy veszett, veszett epizód egyébként, de mindegy, ezt tudtuk, hogy benne lehet. Ha addig nem találunk erődöt, akkor, akkor annál az erődnél építjük meg, amit ismerünk már és nem reménykedünk benne, hogy, hogy ez elég, 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 lesz. Mert hogy elég, elég effektív lesz. Mert ott, ugye alapvetően az a, az, a, az a farm, amit én kinéztem, meg ezek a farmok, azok általában olyan helyre kell építeni, ahol egy ilyen erődnek az útvonalai kereszteződnek. Tehát tudjátok az ilyen kereszteződések mert azokban a kereszteződésekben spawnolnak, azt hiszem, és van, van ilyen nálunk, de az lenne a jó, ha egymás mellett lenne több is. Tehát azt hiszem, hogy mi maximum kettőt tudunk hasznosítani. Uh, igen, tehát azt hiszem maximum kettő kereszteződés. Ott van egy. Ott van egy erőd. Uh, maximum kettő kereszteződést uh, tudunk kihasználni, mert annyi van. Ez a fal, ez. Uh, azt nem túl szép. Ah, na mindegy. És, és tök jó lenne, ha mondjuk lenne egy sorban három. Vagy ilyesmi. Egyébként az, az se biztos, hogy most amit találtunk, az, az ez jobb lesz, mint az előző. Ó, oh, hála az ének közel vagy. Szóval az se biztos, hogy jobb lesz. Csak, csak értek. Igazából érdemes megadni az esélyt. Tehát most... What? Miért nem tudok följebb menni? Itt szerintem van egy blokk, amit én nem látok. Amit valamiért a Minecraft úgy gondol, hogy ott van. Á, ah, itt van. Uh, a lesz a League of Legend. Uh, az én jelenleg egyáltalán nem játszom azzal a játékkal. Uh, egyáltalán nem. Tehát, hogy uh, ez ezt nem viccből mondom, hogy amióta kijött az Overwatch, azóta nem lolasztam. Tehát, hogy konkrétan nem viccből mondom, hogy amióta kijött az Overwatch, azóta nem lolasztam. Három meccset játszottam a Maxmartal, de az is valami fan mód volt, nem pedig, nem pedig valódi mérkőzések. Tehát, hogy ugye rankedet azt mondjuk évek óta, tehát azt gondolom nem új, hogyha azt mondom, hogy, hogy rankedezni már nagyon régóta nem rankedezek. Az konkrétan évek óta nem, még a gamestar igen, még a... Még a gamestar dolgoztam, amikor utoljára rankedeztem. Vagy a gamestar uh, ja, akkor, akkor rankedeztem utoljára. Ami azért, uh, ami azért pretty sick. Azért az jó pár éve volt. Uh, szóval rankedezni ezt egyáltalán nem. Uh, normál gémeket azokat szoktam játszani, azonban mostanában overwatchozom. Tehát ugye azok az idők, amikor csak így van idő csillálni és játszani, az overwatch telik. Tehát, hogy az az, az telik. Ö, sokkal jobban élvezem. Ez ilyen, ez ilyen preferencia kérdés. Nem szeretném, hogy bárki azt higgye, hogy azt mondom, hogy sokkal jobb, mert nem az. Ö, vagy szerintem nyilván az, de azért, mert én jobban élvezem a játékot. Tehát, hogy tehát, hogy, hogy, ez egyszerű személyes, személyes preferencia, viszont egyáltalán nem. Egy ideig csak egy-két híróval játszottam, ö, champion játszottam, lolt, de játszottam, viszont mostanra már, mostanra már egyáltalán nem. Bo -bo 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 -bo. Úgyhogy nem mondom azt, hogy nem lesz lol, mert ez ilyen, ez ilyen teljesen ilyen b -b bolondság. Ö, csak jelenleg nem tervezem, mert simán lehet, hogy egyszer meg mit tudom én, megjön a kedvem, ö, valami miatt előveszem, játszom egyet, hív mondjuk mit, Taurus vagy ilyenek, és azért az a helyzet, most lent sincs a gépen egyébként. Tehát, hogyha most, igen, most konkrétan lent sincs a gépen. Olyan keresztülésekre lenne szükségünk egyébként, amik kint vannak a szabad levegőn. Igen, olyan, olyan, azok lennek a legjobbak, hogyha kint lennének a szabad levegőn. És ugye általában nekem, nem tudom, nekem azért elég fontos, hogy olyan játékkal játszak, amit élvezek is, mert, mert szerintem egyszerűen érződik az, hanem nem. Mármint, hogyha ha nem olyan játékkal játszik az ember, amit élvez, akkor az, annak szerintem kihatása van rá. És az én stílusom, meg ugye, hogy nem vágok, és ugye ebből a adódóan nem tudom kivágni mondjuk, és csak a nagyon vicces részeket összerakni. Mondjuk most van olyan sorozat, amit azért így tervezek megcsinálni, de azt nem tudom, hogy ez mikor készül el egyáltalán. Tehát, hogy, hogy az én, én, stílusomban ez ugye még jobban kijön, úgyhogy én inkább, inkább játszom olyanokkal, amiket élvezek. Mikor lesz Overwatch? Nagyon-nagyon szeretném uh, Ezen a héten szerintem nem tudom megcsinálni. Tehát ezen a héten szerintem nem tudok összehozni egy Overwatch streamet. Főleg nem úgy, hogy így barátokkal élnek. Esetleg vasárnap. Mit csinálok szombaton? az előbb, a stream előtt szedtem össze, hogy mit csinálok a héten, és még meglehetősen biztos voltam benne, hogy csinálok valamit szombaton. Azt tudom, hogy pénteken lehet, hogy össze tudnánk hozni egy Overwatch streamet szombatra. Meg, meg vasárnapra is kéne valamit. Úristen, megcsinálni a hétvégét úgy, hogy mit olyan lenne négy stream. Mindegyik nap egy-egy új játékos stream, és mindegyik nap egy-egy nem új játékos stream. Ó, gás, hát az milyen zseniális lenne már. De valami miatt gondolkoztam, hogy én valamit csinálok a hétvégén. Jó, mindegy. ez, ez, ez mindegy. Egyeztetem majd a szonypajtással. Ő az, aki tudja valamilyen szinten legalább követni, hogy én mikor mit csinálok. Pénteken azt tudom, hogy lesz egy... Lesz egy kis baráti összejövetel nálunk. Amit szintén lehet sejteni, hogy ez az alkoholfogyasztósabb baráti összejövetel fajta lesz. Illetve a másik, amit lehet sejteni az az, hogy ez a... Ez a sokáig fennmaradós baráti összejövetel fajta lesz. Szóval nem a. Nem az este 9-kor mindenkit akarodót fúj, mert azt hiszem addigra meg se érkezik mindenki. Szóval az biztos, hogy a péntek az ilyen szinten, meg, meg előtte meetingen van meg ilyenek. Bár te ki pénteken, korai délután. Na mindegy. Uh, mindegy. Uh, azon gondolkozom, hogy kínál, csinálni kéne egy oldalt. Uh, mert csinálni kéne egy... Nem egy oldalt, oldalt nem. Van egy ilyen oldal, ahol össze lehet rakni így. A, az ember ütemtervét, munkatervét, Most nem mit eszembe a neve. Uh, de azt tudom, hogy uh, azt tudom, hogy volt csontinak. Ha valaki csonti, csontit nézi. Uh, akkor az, akkor az esetleg meg tudnám mondani, hogy ő milyen oldalt használ arra, hogy összeszedje azt, hogy mikor milyen streamje lesz. Mert bevallom őszintén, én nagyon-nagyon szeretném meghirdetni előre a livestreameket, és nagyon-nagyon jó lenne... Nagyon-nagyon euh, jó lenne, hogyha meghirdethetném előre a YouTube eseményeket. Tehát ha mit tudom én, hétfőn nekiállnék, és minden napra előre meghirdetném a YouTube-eseményeket. Szerintem ez sem egy jobb. Aj, nem, ez sem egy jobb izé. Ez is ilyen tök vacak. Uh, Fortress. Erőd. Hát, ha erre még van valami. Uh, tehát, hogy tök jó lenne. Trello. Igen, Trello. Nekem valamiért mindig a Trolloló jutott eszembe, és azt tudom, hogy nem. Tehát Trello. Köszönöm szépen. Látom, hogy goku karendár. a uh, Nem, a Trello az azért jó, mert... Uh, mert ti is tudjátok követni. És mit tudom én minden videó alá be tudom linkelni, hogy mik most a tervek És nyilvánvalóan egy ilyen hatalmas diszkréma rá hogy Nem, nem ígéret, mert értitek Bármikor közbejöhet bármi, bármikor elcsúszhat bármi Tehát, hogy, hogy, hogy azért nem arról van szó, hogy ez így a világ legnagyobb ígérete, hogy Hó, hogy ezt így, de hogy így, én, én na, na visszatérve a Youtube-ra, én nagyon-nagyon szeretném összerakni hétfőn, hétfőn meghirdetni az összes Youtube eseményt, hogy az emberek lássák, és az emberek tudjanak vele egyszerűen kalkulálni. Tehát, hogy gyakorlatilag ennyi lenne a célja. Illetve ezen kívül még egy dolog, ami nagyon-nagyon fontos, nem hinnétek el, hogy mennyire fontos. Azzal, hogy én meghirdetem előre a streamet, azzal mint egy kötelezővé teszem magam számára, és megpróbálok mindent, Megpróbálok mindent úgy összehozni, hogy, hogy meglegyen ez a livestream. Tehát, hogy, hogy hazajövök, nem mondom azt senkinek, hogy jó, akkor most találkozzunk. Nem mondom azt, értek, nem mondom azt magamnak, hogy jó, azért ez egy sokkal nagyobb erőd, mint gondoltam, hogy lesz. Zámunkra nem megfelelő, mert nem a szabad, nem szabad téren van. De, de ez egy sokkal nagyobb erőd, mint ami, amire gondoltam. Hogy, hogy, van. E, és, és ez ugye, ez ilyen tök jó hajtóerő is lenne. Tehát megértem hatkor, jó, lehet, hogy általam, mit tudom, én, negyed órával, vagy ilyesmi, mert azért az előfordult. ezért fákják, azt hozhattam volna. E, azért az előfordul, most is elő kell, el kell a negyed órával, mert tök jó meghirdettem a streamet, csak elfelejtettem az apró technikai részletet, tehát nem ettem még, még. E, és azért az, az, úgy nem annyira jó, főleg úgy, hogy eléggé közel lesz a podcasthez a vége ennek a streamnek, azért azt úgy, azt úgy azért sejtem. És Viszont az a baj, azért nem hirdetem meg előre, meg azért nem, nem is hirdethetem meg úgymond előre. Ott hagytam a vidör fejet. Nem hagytam ott vidör fejet, átmentem rajta. Ott hagytam egy vidör fejet. Merre volt ez a utca, amit megöltem? Úgysem csak nem hagytam ott egy fejet. Ha ott hagytam egy fejet, akkor nagyon-nagyon... Nagyon-nagyon dühös leszek. Uh, szóval, hogyha meghirdetem így előre a streameket, akkor azt az emberek nem tudják kezelni. Tehát, hogy, hogy azt nem értik. Hogy, tehát az, az, a legtöbb néző, ahogy észrevettem, a legtöbb néző az nem érti azt, hogy hogy miért, miért van valami korábban meghirdetve. Na, kezd alakulni, ez erőd dolog. és, 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 el, és, és gyűlnek a dislike és azt vettem észre, hogy nem lehet kikapcsolni a a diszlájkokat, tehát nem lehet olyat csinálni, nem kapcsolnám ki soha véglegesen a diszlájkokat, mert, mert én abban nem hiszek. Tehát, hogy én nem vagyok az 556-os emléknótának a, a menedzsere, hogy hogy kikapcsoljam a, a, a like diszlájkokat, illetve a kommenteket. Ja, nem a diszlákokat, nincsen kikapcsolva, csak a kommentek vannak kikapcsolva de azt viszont megtenném, hogy a stream kezdetéig kikapcsolom, mert az a helyzet, hogy ne is lájkolja senki addig. Tele az inventory -m. hát ezt tudom, hogy tele az inventory A... Azt nem akar, tehát hogy, hogy, azt nem bánom, hogyha nem tudja senki lájkolni se az indulásig, mert igazából teljesen felesleges. Viszont ez csak egy ilyen jelzés lenne úgymond, hogy... Hogy tervben van valami és szóval értitek mire gondolok? Tehát hogy, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretném Az tény, hogy nem mindig tudnám tartani, tehát hogy ennek ellenére lennének random streamek De azért nagyjából Hétfőn Azért már így tudom, hogy mik lesznek a, mik lesznek a streamek a héten Tehát hogy azért az, az már tudható hétfőn, hogy körülbelül mik lesznek a streamek Nyilván van, hogy bejön valami, amit tök nem tudom, tehát a Deus Ex például múlt héten Uh, én nem nagyon figyeltem a megjelenését, tehát ez ilyen elég random, uh, elég out of blue jött ez a dolog. Mm, viszont ugye amikor meglátják az emberek azt, hogy... Uh, hogy úristen még uh, több mint, uh, több, mint uh, 70 óra van hátra a stream kezdetéig akkor így nem feltétlenül értik, hogy miért hirdettem meg. És, és emiatt nem csinálom. Annak ellenére, hogy ennek lennének nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hatásai. Én ma megyek a podcastbe, igen, a, az, igen, beszámolni a Gamescomról. Azt nem tudom, hogy ez meddig fog kitartani ez a Gamescomos beszámoló dolog, de, de megyek szívesen. Az helyzet, hogy rengeteg csatornán számolok be a Gamescomról, kivétel a sajátomon. Na, ez például itt, ez egy egész jó területnek tűnik. Azért itt spawnolnak ezek a cuccok rendesen. Itt milyen kereszteződések vannak? Pedig nincs ilyen, nincs ilyen elképesztően kimagaslóan sok kereszteződés itt se. Itt miért érzem azt mégis, hogy jobban spawnolnak? Mert ott, ah, mert ott is van ott is van kereszteződés. Még ezek nem egy vonalba vannak, az nem tudom. talán az is annak számít, nem tudom, ennek után nézek. Ez nem egy rossz hely, a, ennek írjuk fel a koordinátáit, ez egyetlen nem egy rossz hely. Jó, nem most írjuk fel a koordinátáit. Egyezünk ki abban, hogy elszaladunk, és... Uh, és most felírjuk a koordinátáit. Uh, pillanat. A Nedőr és mínusz három négy, három, hetven három öt hét jó ez nem tűnik egy rossz helynek. Utána nézek majd még azért a dizájnoknak, de ez itt, ez itt azért egy, ezért ez nem tűnik rossz helynek. Főleg, főleg ott azzal együtt. Jó, azt a malacot jó lenne nem meglőni. Igen, ezzel együtt azért ez, ez, ez az egész zóna itt. Ö, nem tűnik nagyon, nagyon rossz helynek. Ugye az a baj, hogy a netherben nem nagyon tudunk akármilyen dizájnt alkalmazni. Szállításra leginkább ugye. Mert, mert ugye nincs víz. Tehát, hogy vízzel nem tudjuk tologatni a, az itteni dolgokat. Ez a kérdés, hogy lávával tudjuk-e? Mert az a kérdés, így, ami így a lelki szemeim előtt lebeg jelenleg, hogy működhet-e az a módszer, hogy egy gyűjtő platformot építünk gyakorlatilag ide, e közé a... A közé a cucc közé, a közé a cucc közé, a közé a cucc közé, meg a közé a cucc közé. És ez vajon jobb-e, mint, mint, az eredeti pont? Mert ugye még azt is el kell döntenünk majd, hogy jobb-e. ez itt most így hirtelen elég jónak tűnt, de lehet, hogy csak ez ilyen, értitek, csak ilyen véletlen volt, hogy ennyi cucc termett ide. Milyen neten van? A 240 per 20. Felajánlotta egyébként a szolgáltató, hogy upgrade-elhetnék ö... 500 per 22-re, de nekem a feltöltés nem a letöltés. Úgyhogy, úgyhogy ez a... És talán egy ezressel lenne több. Az a helyzet, hogy mindig ezen gondolkozom, hogy igazából simán megérné, de már így is annyit fizetünk az internetért, hogy... A, a Steam pörgetné ki, a Steam valószínűleg kipörgetné. Fölfele az a kettő nem nagyon számít. Nem tudom, sokat gondolkozom rajta, hogy akarjuk, -e, akarjuk upgrade de nem, nem igazán. Mert igazából teljesen, tök jól teszi a dolgát ez az internet, illetve azért, ha mondjuk fölfele lenne még több, azért azt nem venném zokon, tehát hogy, hogy, azért arra nem mondanék nemet, hogy fölfele mondjuk fölfele is kétszer annyi legyen, tehát hogy mondjuk az 500 per 40, azt már azért ez viszonylag szemrebben nélkül mondanám azt, hogy hát akkor upgrade-elünk, főleg ha csak egy ezresen. De azt talán azt még akkor is bevállalnám, ha másfélszer annyiba kerülne, mint a mostani net. Mikor lesz BF1? E, nem tudom, a nem akarom megígérni. Nem tudom pontosan mikor lesz szerda a cél. Szeretném, ha szerdán lenne. Igen, ez, ezt a, ez ez a jó kifejezés. Szeretném, ha szerdán lenne. Te jó ég, ez egy, ez egy elég nagy erőd. 40. Jó, ez egy elég nagy erőd azért. Új stíl uh, nem tudom észrevettétek -e, de ennek a videónak már új a stílképe. Nem nagyon különböző, annyira új, mint amennyire szerint... Az mi? Az ott mi? Az. Azt megnézzük mindjárt. A... Oh, ez már az újon a legenerált Nether rész, itt már van az, ami most került be a játékba. Ez az a dolog, ami nem teszi tönkre az itemeket, de sebzi a mobokat talán? Ui! Magyarul holnap? Igen, az a cél, hogy legyen holnap. Ez a, ez a terv, hogy legyen holnap. Én ezt szerintem nem viszem fel. Nára nah, úgy tudom, hogy ez ilyen istentelen dolog, de bár egyébként lehet, hogy ezt a jó felviszem. Az arany kardot halál biztos, hogy nem. olyan, olyan isten nincs. Jó, itt akkor elindulunk így kultúráltan lefele. És megpróbálunk valahogy lejutni oda. Ahol az a dolog volt. Ó, de tök jó, hogy eljöttünk ide. Hát akkor ilyenből viszünk már párat. Hogy tudsz felmenni a szeróra? Milyen szeróra? Erre a szeróra sehogy. Elnézést. Leginkább, leginkább sehogy. A, az a helyzet, hogy nem vagyok benne biztos, hogy... Tehát, hogy ezt mindig elfelejtem. Elnézést. Tudom, hogy a technikához értő emberek ilyet nem tesznek. De ez, ez meg a ez bit, ugye? Mert az internetet azt abban mérjük, mert hogy nem meg a byte Nem, az meg a bit, ugye? Miért van, hogy a csánkok kicsi? A csánkok nem cserélődnek ki. a Csak generálódnak új csánkok, ha messzebb mész, mint eddig. És ugye én az új update ha most jöttem el először a Netherben olyan messzire, hogy hogy találkozzak ezzel a cuccár. Ezt ki is próbálom. Haha. Haha, -ha, ez tök jó. Ez nagyon király. Úgyis ez a blokk nagyon tetszik, ebből viszünk egy csomót. Azt nem tudom mi helyet visszük, de viszünk. az üveget nem kellett volna elhozni. Az üveget kifejezetten nem kellett volna elhozni. Így. Ú, tök könnyen szedhető. Úristen, ez nagyon király ez a blokk. Ez, ez az ilyen, ez a csapdáknak és a megsemmisítő rendszereknek a, a nagy ágyúja körülbelül. Tehát, hogy ez, ez annyira annyira elképesztően hasznos egy csomó ilyen megsemmisítős dizájnban, hogy az valami hihetetlen. Csapdákról nem is beszélve, tehát hogy azért bár mondjuk a láva is teljesen jól teszi a szerepét, de hogy ha úgy akarod megölni a játékos társaidat én aztán honnan tudnám, hogy miért? De ha véletlenül úgy akarod megölni a játékos társaidat, hogy hogy az itemjei megmaradjanak, akkor arra ez, a, ez az ultimate megoldás. Ez a két darab szén, ez abszolút nem szükséges. Úgy emlékszem régen, amikor még úgy építettem csapdát. Uh, igazából nem, nem húztam csőbe soha senkit, tehát Mátéknak mindig szóltam, ha valahova csapdát építettem. De úgy építettem csapdát, hogy TNT-k voltak elhelyezve a sarkokba. Ops, 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 ops. Szóval TNT-k voltak elhelyezve a sarkokba, és... A kvarc az a helyzet, hogy a kvarc azért értékesebb, mint ez a cucc. És arra voltak fákják rakva, és a fákjákon homokok álltak, és a homokokra fákják voltak rakva, és, és így ment végig gyakorlatilag ugye az egész... Uh, az egész szerkezet is szélesedett egyre inkább, mert ugye egy fákja az egy homokot tartott, azon a homokon már lehetett két fákja, ami már két homokot tudott tartani, amin pedig, értitek, és akkor ugye így szét lehetett terjeszteni, és akkor régen, amikor még nem volt semmi más módszer, akkor így lehetett megcsinálni azt, hogy... Uh, így lehetett megcsinálni azt, hogy ilyen teljes területek szakadjanak le. Ugye most már ez sokkal egyszerűbb, mert most már van ilyen, uh, van ilyen piston, meg van azért elég sok módszer arra, hogy ezeket hogyan, hogyan lehet megcsinálni, de azért de régen, régen ez, ez, így, ez, így, működött, és még nagyon-nagyon régen, nem is tudom igazából menj, mikori verzióban. Akkor tájt, mikor én elkezdtem, hát azután miután én elkezdtem, egyszerűen még a pistonok előtt. Uh, és, uh, és, és, és ilyenek, ilyenekkel építettünk, és egyébként ez egy tök jól elrejtett csapda volt amúgy, mert uh, remek, most már nincs építőanyagom hazafele, hogy mire építsek utat, hogyha valahol utat kéne építenem. Ennek nem örülök annyira kimagaslóan. Na mindegy, menjünk lassan. 64, nem van egy, ami 26, jó, akkor ezt feltoljuk 64-re. Viszünk az, mert ez, ez ráadásul ez a blokk még jól is néz ki. PS4-re elérhető, és hogyha jól olvastam az interneten, javítsatok ki a tévedek, mert nyilván nem vagyok ebben benne annyira, mint ti, mert akik PS4-esek. illetve nem tudom, hogy jelenleg elérhető, mert tudtam ma a holnap kezdődik, én azt tudom nekem miért elérhető ma, de lehet, hogy van valami, nem tudom, lehet, hogy már ma elkezdődött, nem tudom. Én úgy tudtam, holnap kezdődik, a, de mindegy játszottam már, szóval voltaképpen mindegy. És Ha jól tudom, akkor Playstation 4-re nem kell hozzá PS Plus előfizetés, annak hívják. Amikor játszatsz multiplayert, ilyenek a konzolok. Szóval, hogy ott nem kell előfizetés, Xboxon viszont kell gold. Ami egy ilyen nagyon-nagyon nehezen indokolható dolog. Tehát azért ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon-nagyon nehezen indokolható marketing tevékenység. Na jó, jussunk valahogy haza. Induljunk el hazafele? Hát induljunk el hazafele, nem baj az, hogyha... Induljunk el hazafele, találtunk egy csomó mindent. és nem baj az, ha időben valahogy visszakecmergünk. Főleg, ha mondjuk meghalok út közül, Dobd ki a lópáncélt. Hé, hey, de hát azok olyan fancy -k. Ha shift mész, nem sebez? Ú, uh, ezt mindjárt kipróbálom. Nem azért, mintha így nem hinnék neked, hanem azért, mert hogy ez ilyen milyen fura játék, Mellanika, már hogyha googolsz a, a lángoló talajon, akkor nem fog sebezni. A GoTo arena nem veszek el, tehát a g 2 en veszek el játékokat, vagy Steam-en. Ha veszek -e játékokat, akkor Steam-en vagy, vagy boltban. Ami uh, amelyiket általában az 576, de ez ilyen happen to be. Ö... Meg ott ismerek embereket. A, egyébként általában a Steam-en go ha most már. Ö... régen vettem. Utoljára, amikor vettem ott játékot, akkor egyébként Axmartnak vettem Minecraftot. Tehát régen vásároltam ott, de nem. Oké, okay, se legugolt. Nem sebesz, Google, googolsz. Hát ez milyen durva már. Te jó ég, ez milyen durva már. Össze kéne rakni egy olyat, egy olyan folyosót, ami pont megöl, ha nem googolsz. Úgy se lesz lovad. Igen, egyébként tényleg nem lesz soha lovam. Teljesen, teljesen igazatok van. Az egyik goldot eldobom, és akkor lesz építő anyagom. Még, még marad is lópáncélom. Jut is marad is, tudjátok. PlayStation 2-re szerintem nem jelent meg a Minecraft. Szerintem PlayStation 3 a, a legrégebbi hardware, amin elérhető a PlayStation vonalról. Jó, itt megpróbálom magam visszahekkelni ebbe a gyönyörű, gyönyörű erődbe. Ó, gás, ha látnék bármit, akkor nem itt megpróbálom. Megpróbálom megtalálni akkor azt az utat, amin kijöttem. Az valahol az itt volt, nem? De itt volt, itt volt. Hú, ha bármit látnék. Hú valószínűleg ezt ti is, ti is hasonlóan érzitek. Csak azt képzeljétek el, hogy ugye nekem két darab reflektor világít az arcomon mellette, szóval... Nem nagyon látok sok mindent. A lehető legrosszabb irányba hurkoltam ezt a lépcsőt. Na mindegy. Feljutottunk. Ó, oh, és most jön az, hogy megpróbálunk kitalálni ebből az egész létesítményből. Körülbelül ebbe az irányba volt. Hát nem. Hát nem. Ajaj, Peggy, nem vettem észre valami kommentedet? Vagy nem nekem szólt ez, hogy nem veszem észre a kommentjeidet? Azért az, hogy az a csák egy mindjárt elterik, azért az messze van. Jó, ha ilyen tempóban ütöm a nedőrben a cuccokat, akkor igen, de hogy amúgy... Oh, hello. Ah. Jó, innen kitalálni nem lesz nagyon egyszerű. Ez, ez erre már voltunk. Erre nem. A, mivel streamelek, a jelenleg Open Broadcaster. Open Broadcaster. Oh, ne, 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 meg még egyszer. Hol vettem a Trinity force azt nem vettem, azt kaptam. Azt nem tudom, hogy hol kaptam. A... Valami, valami rájött át a támogatott rendezvényen kaptam szerintem Vizártól. Ez... Ez így körülbelül így... Igen, de videótéként x veszek. Ami egy ilyen fura dolog, mert lehet, hogy azt is... Át kéne rakni. Uh, igen, Peggy, a te kedvedért lesz egy ló, de valószínűleg nem, nem lesz szabad és boldog. A uh, g 2 amennyire megbízható. Az a helyzet, hogy a te oldaladról, mint a vevő oldaláról teljesen megbízható a Gótú aréna. Tehát, hogy nincs olyan, hogy ne kapjál játékot, uh, nincs olyan, hogy, hogy ha főleg ha biztosítást kötsz rá, hogy ne működjön. Tehát, hogy ilyenek, ilyenek nincsenek. Uh, Vásárlói oldalról teljesen megbízható azonban az, hogy honnan van a játék, az. Euh, hát az erősen kérdéses. Tehát, hogy a, az ugye az nagyon-nagyon sok esetben jó forrás, tehát nagyon-nagyon sok esetben olyan forrás, ahonnan, ahonnan úgy egyébként így érdemes, érted, hogy ahol, ahol lehet, mit tudom én, le volt árazva valamikor régen, vagy, vagy ilyesmi, de nagyon-nagyon gyakran viszont nem. Tehát, hogy nagyon-nagyon gyakran, meg uh, ugye a különböző régiók közötti árkülönbségekből is ered az, hogy ugye ott lehet olcsóbb. ez uh, ezt nem olyan szeretik a játékfejlesztők, uh, a nagy, az a nagy cégeknek igazából a, a, a dolga. Tehát, hogy a, a nagy cégek nem annyira szeretik azt, hogyha, hogyha nem tudom, eladnak valamilyen országba olcsó játékot, mert ugye ők így próbálják maximizálni a bevételüket, valahogy egyébként ez tökéletes. Nem, Ö... Ne, nem akarom. Való erre volt. A... Szerintem arra kell menni, nem? Az 50-50 felé tartunk. Jó, oké, lehet, hogy, lehet, hogy teljesen eltévedtem. Teljesen eltévedtem, guys. Teljesen eltévedtem. Lehet, hogy pont, az, pont abba az irányba kell. Melyik irányba jöttünk egyáltalán? Uh, viszont, uh, viszont nagyon sok játék esetében sajnos. Uh, viszont sajnos lopott forrásból vagy, van, vagy a pénz, amiből vették a játékot, ami. Morálisan kérdéses nyilván, hogy melyik a jobb, de vagy a játék, vagy a Nagyon-nagyon gyakran történik az, hogy. Uh, hogy videósokra hivatkozva kérnek ki játékokat, erre lehet azt mondani, hogy aki nem ellenőrizte eléggé, az vessen magára. Ebben valamilyen szinten igazatok van. Öm... Oké, okay, melyik irányba kell menni? Teljesen eltévedtem. Ja, rakjam be jeb mellé. Jó, berakom jeb mellé, és akkor ott lesz egy gyémánt is. Oké, okay, teljesen eltévedtem. Itt kéne valahol egy útnak lennie, nem? Mert szerintem ennek a lábnak azon az oldalán jöttem ki. Ami lát, hogy ott van. Szerintem... Oké, elmegyek arra. Tehát nagyon sok esetben tényleg nem, nem visszakövethető. Van olyan, volt olyan példa, hogy egy, egy indie játékfejlesztőnek a játék az... Nem, nem is. még csak nem is multiplayer volt a játéka, de ha vettél a játékból kaptál még egyet. Azért kaptam még egyet, hogy megmutasd az élményt, mert ilyen nagyon élménybázisú volt a játék. És ő úgy döntött, hogy, hogy ő ad még egyet. A... Ő ad még egyet a... A játékból a játék mellé, hogy megoszthassd egy barátoddal. És ezeket a plusz egyeket adták el tömegesen. A... Nagyon-nagyon gyakori az, hogy bekérnek játékot sajtóra hivatkozva, és aztán nem játszák, Illetve van olyan is, hogy konkrétan ö, meghekkelik az adatbázist, és kiemelnek egy halom kulcsot. Tehát, hogy, ö, hogy ilyen is van. És, ö, és ez se ritka. Tehát, hogy ez se nagyon-nagyon ritka. És nem bújhatunk mindig a mögé, hogy, ö, hogy vessen magára, mert miért nem védte meg rendesen a szervert. Á, nyilván ez ebben van valami azért, de hogy ez ettől függetlenül nem nem cool. Tehát, hogy azért, értitek mire gondolok, hogy azért van, nagyon, nagyon, nyilván nem mondom azt, hogy minden itt, ott a fal, ott megyünk, jó, jó irányba jöttünk, jó irányba jöttünk. Nem mondom, hogy minden játék, ami GoTo arena vett, az lopott, de nem tudod eldönteni, hogy lopott-e. Aztán ez egy megint másik kérdés, egy csomó embert nem érdekel az, hogy ha lopott árut vesz, abban az esetben, ha neki olcsóbb. Van, akit érdekel, engem érdekel. Tehát, hogy én, én szeretném ténylegesen a játékfejlesztőt támogatni, független attól, hogy tudom, hogy a Steam mennyit levesz. Nem, nem tudom pontosan a Steam mennyit vesz le. De ilyen elég magas százalékokról. Tehát ilyen, ilyen 30-40 százalékról simán hallottam, hogy a Steam levesz annyit. Tehát akkor legyen. Tehát, hogy, tehát, hogy az sem egy tökéletes megoldás. Uh, illetve a másik, ami hozzá tartozik, hogy nagyon ritkán vásárolok játékot. Tehát, hogy nagyon-nagyon ritkán vásárolok játékot. Uh, általában bekérem a játékot, viszont akkor igyekszem egy streammel meghalálni. Nyilván. És általában akkor kérek be játékot, ha úgy érzem, hogy az jó lesz. Régen azért többet... Jó, ezt nem tudom, hogy, hogy hogy... Régen azért többet, többet vettem a játékot, mert ugye kellett. Mert ők régen, meg sokkal kevesebb játéka. Pont most gondolkoztam egyébként, hogy vajon melyik a jobb? Ha kevés játékkal foglalkozik az ember nagyon sokat, mert uh, Mátéval beszélgettünk, és Máté mondta, hogy ő, ő inkább kevés játékkal foglalkozik többet, mert nagyon keveset játszik egyébként, de hogy amikor épp van ideje, meg egyébként saját elmondása szerint többet játszik, mint kéne. Mi a kő, hát meghaltál az előbb. Uh, szóval, uh, hogy vajon melyik, melyik a jobb? Tényleg, te melyiket szeretitek jobban? Ha már így, ez egy livestream, és. Uh, és személyes, személyes preferenciák, hogy melyiket szeretitek jobban, kevés játékkal sokat játszani, vagy a lehető legtöbb játékot kipróbálni, de mondjuk nem befejezni azokat, tehát hogy nektek mi a, ti hogy játszotok inkább, ez ugyanúgy igaz majd a videó alatt, nem csak a live stream alatt, tehát hogy a videóban is leírhatjátok, uh, illetve ha már erre kitértünk, akkor az is nyugodtan leírhatjátok, hogy videósoknál mit szerettek jobban, hogyha, hogyha inkább nagyon sok különböző játékot mutatnak be, vagy hogyha inkább is specializálódnak, és, és, és lesz több. Igen, megyek podcastre, úgyhogy ezért tartok már visszafele, hazafele. Ez most lehet, hogy nem úgy néz ki, de, de higgyétek el, hogy már visszafele tartok. Csak közben még gyűjtegetek nyersanyagokat. <coughs> <coughs> Ahogy látom, azért általában az emberek azt mondják, hogy kevéssel többet. És ezt egyébként teljesen meg is tudom érteni amúgy, mert az a helyzet, hogy hogy át, átlagban az emberek szeretnék, mert gondolom én, hogy, hogy azért szeretnétek kihozni árértékarányban jóra. Tehát, hogy ugye sokkal jobb lesz az árértékarány akkor, hogyha sok órát játszatok egy játékkal, mint hogyha... mint hogyha kevés órát játszatok sokkal. Mert egyébként nekem például tökre így néz ki. Tehát hogy az a helyzet, hogy nekem, nekem teljesen így néz ki. Tehát hogy én nagyon-nagyon én sok játékkal játszom, hogy ez jó vagy nem, az, az, az ilyen eldönthető. Én igazából mindegy, a tartalomgyártás miért szerintem érdemes. Ö, érdemes lehet, nem tudom, változatos. Én, én szeretek változatos játékokkal foglalkozni itt a csatornán. Azonban a játék tekintetében uh, azt nagyon-nagyon sajnálom, hogy egy csomóra nincsenek felindulom. És tudom, miért van nálam egyébként. A, az a... Az a fejsze. Az, az, halvány elképzelésem sincs. Csé 1300 óra. Az hogy a csében az 1300 óra az még nem is sok. Vagy nem. Mármint, hogy... Soknak sok... Úr is Steam-en szoktam nézni ilyen értékeléseket, és ott vannak ilyen, ilyen vicces dolgok. Amikor így beírja a srác, vagy Csaj, teljesen mindegy. Micsoda, csúnya előítélet volt ez. Beírja azt, hogy... Ö, ö, ad -e, ad -e egy rossz értékelést, és ugye ki van írva, hogy mennyit játszott a játékkal. És ad -e egy rossz értékelést, valamilyen... Ö, ilyen ilyen elképesztő, ilyen 1600 óra játékidő után, vagy ilyenek. És így ki a rák játszik 1600 órát egy játékkal, amire utána... És nem azért ad rá rossz értékelést, mert nem tudom, jött ki egy update, ami után rossz lett, hanem így általánosságban ez a játék unalmas. És mi? 1600. Nekem egyébként nagyon ritka az, hogy, hogy sok órám legyen egy játékban. A, a LOL. A lol nagyon sok. A, a lol nagyon-nagyon sok órám van. Tudom, hogy ez egyik kezem üres. Nem, nem annyira szeretek oda pakolni úgy dolgokat, hogy... A, Anya, nem mindegy, hogy, hogy nem, nem építek vele, hanem így plusz latot zavarítok fel, mert engem, engem, is zavar egy kicsit, hogy belóg a képbe, hogy teljesen észinte legyek. A lolban van talán nagyon sok időm, akarva akaratlanul, tehát ez akár egy ilyen 2000 óra körül lehet, 1000, 1000x, illetve a Minecraftban. És egyébként pedig a következő adag az már ilyen 150-200 óra körül mozog. Tehát a Space Engine ben van talán 240 órám, Szerintem a Space Engineers-ben olyan nagyjából 240 óra körül van időm. Ott, az, ott van egy épített tornyom. Az a torony. Az biztos, hogy hazavezet. Aha. Vagy nem. A, na mindegy, elkezdjük követni. És akkor most mit tudom én, a... A fallout van elég sok időm, tehát abban van egy ilyen 100... körül, 120 körül, valahogy e körül. 4000 óra. Igen, azért ezek durvák. De egyébként, egyébként nekem, nekem inkább ilyen izék vannak, ilyen tizen... Sőt, a leggyakoribb az 2-3 óra, mert annyit streamelek a játékból. Tehát, hogy a, a leggyakoribb az 2-3 óra. Mert azok a játékok, amiket utána magamtól nem veszek elő, ilyen például a Witcher, ami egy zseniális játék, gyönyörű szép játék, hatalmas és nagyon jól felépített játék, viszont én nem vagyok benne a fantasyben. Tehát, hogy, hogy, nem, nem vagyok benne a Fantasyben, és emiatt nekem nem, nem, adja annyira. Én, én nem szeretem a fantasy-t. Ez ilyen preferencia egyébként, én a, én a Skifiket jobban szeretem. Most például a Starbound. Az a kérdés, hogy a starbound például mennyi időt fogok beleölni. Mert hogy most például tökre van kedvem játszani. Egy kicsit még akarok lejátszani, mert a Media games írtam tesztet, azt a, azt a mentést, azt kitöröltem. E és, és, szeretnék, szeretnék újra valami valamilyen szintre, ami már ért, értelmes. Azért töröltem ki egyébként, mert ott nem igazán arra mentem, hogy én mit szeretnék csinálni, hanem arra mentem, hogy mit tudok a játékban csinálni, actually. Overwatchban hány órán van? Nincs sok. Nincs, mit 30 nál nincs több szerintem. ja, szerintem én 30, 30, én 30 körül tippelném, de tudom, hogy, tehát tudod, hogy láthatatlanban nem jó így tippelni dolgokat. De én, én én 30-re az overwatch -ot. nagyon nagyon szeretem, nagyon nagyon élvezem, még akkor is, ha nem nyerünk, úgyhogy ez egy nagyon jó jel, hogy ezt a játékot akkor is, akkor is nagyon élvezem, ha nem nyerünk, de nem. Igazán van annyi idő, mint szeretném, nyilván, tudjátok, szokás sztori, az, összes, tehát, hogy, hogy, hogy abba a világ összes idejét bele lehetne ölni abba a játékba, de abban aztán tényleg a világ idejét bele lehetne ja, ez a híd, ez nem vezetett sehova? Oké, okay, oda kéne eljutni valahogy ahhoz a híthoz. Vajon hogy jutottam el oda ahhoz a híthoz a múltkor? Valahol biztos, hogy átjutottam. Na, csak 1200 órán van a lolban. Tehát, hogy még azt is túllőttem. Igazából azt, azt arra emlékeztem, de akkor, akkor rosszul. Tehát, hogy ez simán benne van. Na, szóval még a lolban is csak 1200 órán van. Szóval én nem vagyok az a fajta srác, akinek ilyen nagyon, -nagyon sok ideje van uh, egy játékban. Mm, viszont ilyen nagyon, nagyon sok játék. Tehát nem, csak öt játék van a Steam Account. Egyébként nincs annyira sok. nem már. A, nincsen annyira nagyon sok játék a Steam account -on. Van, ilyen 200 körül van. Tehát hogy azért aznál lehetne nyilván lényegesen több. Viszont van egy adott baráti társaságom, akinek fixen ki van osztva. van egy barátom, aki nagyon sokáig nem rendelkezett túlzottan komoly anyagi háttérrel, nem nagyon sikerült munkát találni, mindegy, volt ilyen, ilyen parák, és ő például, őnek fixen ki van serelve a Steam accountom, és ő például így, talál, így játszott egy csomó játékot, mert ugye nekem nem volt időm játszani, olyankor szabad volt a Steam accountom, és, és, és csak ezerrel vidáman csapatta. Hány részt tervezek ebből a sorozatból addig szeretném vinni ezt a sorozatot, ameddig van, ami tovább vigyen. Tehát ameddig van, amit szeretnék megvalósítani. Uh, az, hogy ez most rövid vagy hosszú távú terv, az mindegy, de én addig szeretném addig szeretném tényleg vinni ezt a sorozatot, ameddig. Uh, ameddig konkrétan van ötletem arra, hogy mit érdemes építeni. És ameddig van még olyan dolog, amit, uh, amit nem valósítottam meg, de meg lehet valósítani, és. Uh, és nem fog el az az érzés, hogy teljesen felesleges, mert ez simán lehet egyébként. A kreatív sorozat alatt ez volt egyébként. A, ez most nagyon A... Szóval ez egy nagyon viccesen hangzik, de a kreatív sorozat alatt konkrétan az volt, hogy a vége fele már. Hogy elkapott az az érzés, hogy mindent biztosítottam ahhoz, hogy a kreatívban túléljek. Tehát, hogy nem haltam volna meg. Soha abban az esetben, ha nem mozdulok el valahonnan. És nyilván ilyenkor kell feladatokkal tovább mozdítani magunkat. <laughs> Már is itt vagyunk? Te jó ég, akkor nem fog késni a, a, izéről, a, podcastről. Podcastről, arról. A, mondjuk még haza kell harcolnom magam jut eszembe, tehát azért az még nem lesz egy nagyon egyszerű kör. Automata farm, medvefarm, hát ez mondjuk azt láthatatlanban nagyon adnám. De, de ilyenek, hogy nem tudom, hogy ameddig, tehát hogy most például egy, ha ez sikerülne, amit most csinálunk, akkor utána egy ilyen, amolyan ipari forradalom menne végbe. Ez tudom, hogy ez ilyen nagyon rosszul hangzik, Meg nem, nem rosszul, nagyon furán hangzik. De egy konkrétan egy ipari forradalom, a második ipari forradalom menne végbe ezen a mappen. Ugye az első ipari forradalom az akkor volt, amikor elkezdtem építeni az első automata farmokat. Én a búza, a, a vas és a búza farm ideére tenném az első ipari forradalmat uh, itt ezen a mepen és a, és most most állnánk a második ipari forradalom előtt konkrétan ugyanis akkor térnénk át a teljesen automata olyan farmokra amiket egyelőre nem tudtunk megoldani tehát hogy a automata kő, automata fa Automata, olyan, ezekre a farmok, ezek, ezekre gyakorlatilag, ugye ezek vannak vannak körülbelül a hátra, és akkor ebből ilyen automata rendszereket nagyon királyul lehetne csinálni, ezt nem tudom, hogy még mit, szerintem ezeket lehet így nagyjából, tehát hogy, de hogy ugye olyan dolgok váljanak teljesen automatává, amiket jelenleg nem tudunk megoldani automatában, ezért mondom én rá, hogy ez lenne a második ipari forradalom, viszont ugye ehhez az kell, hogy... Hát legalábbis elég fontos, hogy Vidar röghöz jussunk, ö, tehát magához, a, a nagy csalódtam el a No Man's Sky Igen, igen. De a No Man's Sky nem lehetett nem csalódni. Ö, ahhoz képest, amit ígértek, ahhoz képest, amit hoztak. Ö, igen, igen, csalódtam a No Man's Atól függetlenül rákattantam egy időben nagyon. Tehát, hogy azért az hazugság lenne azt állítani, hogy, hogy azért azért nem streameltem ki belőle 13 órát. Viszont viszont igen, ennél sokkal többet. Főleg egyébként ez most, most lett nekem nagyon szembe tűnő, hogy mennyire csalódtam úgy mondan a no Sky-ban. Ugyanis, ugye én most látok rá Startbanon keresztül, hogy mennyire jól meg lehet ezt a dolgot oldani ami nyilván annak is vannak hibái, ez is egy kérdés játék, mert az egy kérdés játék, nyilván vannak hibái, de maga a bolygó felfedezése, a, az, hogy, az, hogy kalandozol, az, hogy fejlődsz, az, hogy miért fejlődsz, az, hogy mit fejlődsz, az, hogy építesz kolóniákat, én ezt, én ezt akarok nagyon a egyébként, kolóniákat építeni ez nagyon-nagyon jól össze van rakva, és igazából csak ezt kellett volna megcsinálni 3D-ben, és nagyon jó lett volna a játék. Azonban a végeredménye az az, hogy, hogy egy csomó feature csomó feature kihagytak, amit ígértek. Értitek? Tehát, hogy egy csomó feature kihagytak, amit ígértek rá, uh, hol lesz a podcast? Uh, Coverinél. Coverinél. lesz a podcast, és ezzel viszont én el is érkeztem a mai streamnek a végéhez. Nagyon-nagyon uh, szépen köszönöm, hogy jelen voltatok, főleg, hogy ennyien voltatok velem. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon uh, király. Uh, és és ne felejtjétek, hogy ez a stream ez rendszeresen van. Ma nem lesz Pulitron rá stream este, mert ugye ezek. Azonban csütörtökön mindent megteszek, hogy legyen este is Pulitron stream. És csütörtökön uh, napközben is lesz valószínűleg Minecraft stream. Uh, ezek így viszonylag, uh, viszonylag biztosak. Uh, és. És nagyjából ennyi. Abban az esetben, hogy tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, like ha pedig szeretnétek, uh, szeretnétek tartalmat, még akkor nézzetek körbe a csatornán, nagyon-nagyon sok minden van mostanában. Uh, igyekszem nagyon erősen feléleszteni újra a csatornát, és azt hiszem, észre, hogy erről nagyon sok ember nem tud konkrétan, hogy itt most megint vannak tartalmak. Neked három évig nem volt, azonban most már egy olyan három hónapja megér rendszeresen van content. Uh, nem csak így hébe hóba havonta, hanem tényleg rendszeresen van content. Uh, úgyhogy, ja, találkozunk a, találkozunk a podcasten. aki videóformában nézi, de meg találkozunk valamelyik másik színben. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!